Jól halad az idei aratás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az árpa betakarítása már befejeződött, és az őszi búza aratása is a végéhez közeledik. Az átlag termés jobb a közepesnél, ami a szakemberek szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhető. A megyei agrárkamara elnöke azt is elmondta, hogy az idei búza minősége kimagaslóan jó. Olyan sikertartalmakat mérnek, hogy azt hiszik, hogy a műszer nem jó, úgyhogy már lassan viccelődve azt mondják, hogy annyira jó, hogy kenyérnek se lesz jó. Ez csak egy kis vicc a történetben. Nagyon jó a minőség a mennyiséggel. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi átlag környékére fogunk kerülni, ugyanis a búzából is inkább a homokos területek vannak learatva, és ez a 45 mázsás átlag szerintem a 47-48-at el fog érni az idén is. Ezt a területet Ópályi határában már learatták, jelenleg báláznak. A tulajdonos szerint az elmúlt időszak csapadék hiánya is segített abban, hogy a betakarított termés idén ne csak jó, valamennyivel több is legyen az előző éves átlagokhoz képest. Az idei búza terméssel meg vagyunk elégedve. Persze ehhez kellett a talajelőkészítés, fémzárolt vetőmag, és szárbaszökkenéskor gombával megszórtuk, persze természetesen cinkes lomtrágyával, és virágzáskor szintén megszórtuk gombával, és szintén kapott lomtrágyát. Hát a termés átlagunk a buzánál elérte az 55-60 mázsát a fekete földbe. A megyei agrárkamara elnöke szerint a búza kiváló minősége hatással lehet majd a felvásárlási árakra, de a gazdák akár magasabb árat is kaphatnak a terményeikért. 4400 forint, 4600 forint körül van most az első osztályú malmi búza ára, a másodosztályú 4400 és 4200 harmadosztályú, amit takarmány minőségnek mondunk, és a titikálénak is 4200 körül van az ára. A kamara elnöke azt is elmondta, hogy az aratást követően az alma betakarítása adja majd a legtöbb munkát a megye gazdálkodóinak. A tavalyi rekord termésnek mindössze felével számolnak az idén, így elképzelhető, hogy magasabb áron tudják majd a termést értékesíteni.